14 évvel ezelőtt indult útjára a Szülők Akadémiája című programsorozat a Szekszárdi Szent József Katolikus Iskolában. Azzal a céllal, hogy az intézményben tanuló gyerekek szüleinek és a pedagógusoknak, illetve azoknak, akiknek felkelti az érdeklődését a nevelés, az oktatás vagy a gyerekekkel való bánásmód témaköre segítséget nyújtson. Az évek során rendkívül változatos volt tulajdonképpen a spektrum, hiszen jöttek egyházi személyek, pszichológusok, kommunikációs szakemberek, mindenféle területről. A közös az mindig az, hogy a világnézetünk nagyjából azonos, de hogy hogyan közelítjük meg a gyereknevelést, a családi életet, annak a fontosságát, hogy az újabb és újabb generációk ugye megkapják azokat az értékeket, amiket azért a világban, amilyen helyzetben most élünk, azért nagyon, nagyon nehéz átadni, és a szülők is tulajdonképpen kínlódnak és válaszokat várnak, meg nekünk is egyre nehezebb a dolgunk, és tulajdonképpen ezeken az estéken fogódzókat kapunk. És a nagy előadássorozatunkon belül egy blokkot képvisel tulajdonképpen a ma esti előadás, amely külön címsorozat, vagy a sorozatnak van egy külön címe is, a Holnap formáló. Ennek az ötlete Nagy Pétertől származik, aki a mi egyházmegyénk oktatási referense, és egyébként kidolgozott programmal minden egyházmegyei iskolába, általános és középiskolába egyaránt jár, rendszeresen előadásokat tart, nem csak szülőknek, nem csak pedagógusoknak, hanem a gyerekek osztályfőnöki óráin is megjelenik egy családi életre nevelés program keretében, minden tanévben 5 alkalommal. Az általános iskolákban azt jelenti, hogy a felső tagozaton természetesen. Péter Fekete Ritával közösen, aki a rendőrségnek volt a munkatársa, dolgoztak ki ezt a programot, és tulajdonképpen arról szól, hogy azok a problémák, azok a nehézségek, amelyekkel ma egy család szembenéz, hogy hogyan tudja egyáltalán megőrizni önmagát ebben a hát nagyon, nagyon nehéz időszakban. Az előadások során többek között a család szerepét szeretnék kiemelni a szakemberek. Általánosságban ez a sorozat a címéből adódóan a következő generáció nevelését próbálja górcső alá venni, és abból indulunk ki, ez egy előadássorozatként indult el pár évvel ezelőtt, és meg is maradt, hogy elmondjuk, hogy a család mit tud adni a következő generációnak. Egy házasság, egy jól működő házasság milyen biztonságot képes adni egy gyereknek, milyen értékeket tud átadni, hogy az a gyerek az életben majd a saját problémáit meg tudja oldani, hogy értékesnek érezze magát, hogy magabiztosnak érezze magát, és képes legyen bizonyos feladatok ellátására, vagy más emberekkel való együttműködésre. Hogy ezt nem tanulja meg egy gyermek, akkor felnőttként kell ezeket megtanulni, de az már nagyon sok buktatón és nagyon sok kudarcon keresztül fog vezetni. Az előadás egyik részében arról beszélünk, hogy mi lenne a családnak a feladata, mit kéne a szülőknek csinálni, mit kéne a férfinak, a nőnek, mire van szüksége a gyereknek, ahhoz, hogy egészséges felnőtt érett személyiségé alakuljon. És az előadás másik felében meg kitérünk arra, hogy ha ez nem történik meg, akkor milyen problémák fognak begyűrűzni. Nem rögtön, sajnos nem rögtön jelentkeznek ezek a problémák, hanem akár 5-10-15 évvel később, ami viszont a bűnüldözésben, a jogban, a széthullott családoknak a mindenféle gyámhatósági ügyeiben csapódik le. És ezeknek a hátterében nagyon sokszor az jelenik meg, hogy sajnos nem volt felkészült az a család, ahol ez a gyerek felnőtt, és nem kapta meg azokat a tápokat, amik a személyiség fejlődéséhez szükségesek. Az előadás ezúttal a Két nem, két világ címet kapta, amely során a félreértett impulzusokat, a férfi és a női gondolkodás különbözőségét, illetve az ebből adódó kommunikációs zavarokat taglalták. Abban a tévképzetben vagyunk, hogy mindenki ugyanazt gondolja, mint mi. Abból indulunk ki, hogy nekünk hogy áll össze a világ. Abból indulunk ki, hogy mi mit tapasztaltunk, hol nőttünk fel, hogyan szocializálódtunk. És hogyha ezt követeljük a másikon, akkor abból előbb-utóbb konfliktus lesz. Ha pedig konfliktus nem tudunk megtanulni, kezelni, akkor abból háborúság lesz.
És hogyha a férfi és a nő által érzékelt valóságot úgy gondoljuk, hogy el kell várnunk egymástól annélkül, hogy megértenénk a másikat, akkor abból családi háborúság lesz. Mindenféle párkapcsolati drámák, aztán válások, és az ilyen közösségben, ilyen háborús övezetben felnőtt gyerek, az egész máshogy fog szocializálódni, mint egy működő, funkcionáló családban.